Az országban elsőként Aradon láthatók az első kínai császár síremlékét őrző szobrok másai. Az agyaghadsereg az első kínai császár halhatatlan katonái című kiállítás jövő tavaszig látogatható a Párciumi városban. A több mint 2000 évvel ezelőtt elhunyt kínai császár sírhelyét őrző agyaghadsereg tagjait és a hozzájuk tartozó két lovat állították ki az Arad megyei múzeumban, de látható két lovas harci szekérnek a miniatűr másolatai is. Romániában először vannak kiállítva ezek az agyakkatonák, 45 életű másolatról van szó. Az Aradi Múzeum, a Szegedi Móra Ferenc Múzeummal együttműködve hozta létre ezt a kiállítást, egy régebbi kapcsolat van a Szegedi Múzeummal. A csaknem 2 méter magas élethű harcosok mellett a kiállításon látható egy magas rangú tábornok, valamint a mellette szolgáló katonatiszt szobra is. Ahogy azt a régészeti feltárások is mutatják, a magas rangú katonákat egy külön sírban találták meg a szakemberek, a hadsereg többi tagjától külön eltemetve. És szintén a régészeti feltárások rámutatnak arra is, hogy a magas rangú tábornokok és tisztek az akkori időknek megfelelően különleges harci eszközökkel, fegyverekkel rendelkeztek. Az agyakkatonák Kína legbecsesebb, legféltettebb régészeti leletei közé tartoznak, így csak különleges biztonsági előírás mellett nagyon komoly anyagi erőforrások mozgósításával lehet elérni azt, hogy egy-két példányt kölcsön adjon közülük a kínai állam. A mostani kiállításban sem az eredeti szobrok szerepelnek, hanem azok hiteles másolatai. A szobrok megformálásához használt szilikon mintákat az eredeti szobrokról vették le, és a tárgyak az eredeti helyszínen lelt agyagból, az eredeti módszerek segítségével, helyi kézműves mesterek közreműködésével készültek.